Az influenza elleni védőoltásnak a megítélése sajnos a lakosság körébe nem a súlyának megfelelő. Az influenzáról tudni kell, hogy nagyon súlyos betegség is lehet. A védőoltásnál hatékonyabb megelőzés az influenza ellen nincsen, és soha nem lehet tudni, hogy mikor, ki, milyen súlyosságú megbetegedésen fog átesni, ha megkapta a fertőzést. Magyarország a lakosság 13%-ára gyakorlatilag biztosítja az ingyenes oltóanyagot. Ők a krónikus betegek, akik leginkább kitettek a súlyos fertőzéseknek, illetve a 65 év felettiek. Egyébként az influenza ellen patikai forgalomba a világ összes gyártójának az oltóanyaga megkapható Magyarországon, az ára nem magas, mert 2 és 4 ezer forint között bármilyen oltóanyag hozzáférhető, és ezt természetesen jól tudjuk ma a gyógyszerárakat, egy doboz recept nélküli gyógyszer árával körülbelül egyenértékű. A gyermekek és a terhesek influenza elleni oltása egy külön téma, mégpedig azért, mert a gyermeknek az immunrendszere fél éves korig az influenza vakcinára nem reagál. Viszont az influenzát a gyerek meg tudja kapni. Tehát őt egyedül olyan módon tudjuk védeni, hogy a mamát kell védőoltani, mégpedig a terhesség második-harmadik trimeszterébe, mert akkor átkerül az ellenanyag a csecsemőbe, és ott körülbelül fél évig cirkulál, tehát védi a fertőzéstől. Fél évesnél idősebb gyereket, 3 éves korig speciális oltóanyag van az ő részükre influenza ellen, nagyon jó hatékonyságú, viszont amikor a gyerek először kapja az oltást, akkor abból 2 adag kell.